Zenés műsor nyitotta meg Makkóváros önkormányzatának rendezvényét. A jeles alkalmon beszédet mondott Farkas Éva Erzsébet polgármester. A városvezető köszöntötte és elismerte a kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat, művészeket és diákokat, valamint edzőiket és felkészítő tanáraikat. Ezúton szeretnék minden makóinak, büszkeségünknek gratulálni a kiemelkedő eredményekhez, köszönetet mondani az elkötelezettségükért, a tehetségükért, amit itt bontakoztatnak ki a mi városunkban, és ha elsodorja az élet, majd talán egykor a városukból őket, akkor is hisszük, hogy nem feledkeznek meg erről az időszakról. Az ilyen eredmények a közösség erejét mutatják, és reméljük, hogy továbbra is majd büszkén képviselik Makót a különböző területeken. A Makó büszkeségei elismeréseket Farkas Éva Erzsébet polgármester és Varga Ferenc alpolgármester adta át. Az oklevelek mellé kisebb ajándék is járt mindenkinek. Az eseményen jelen volt többek között a Makó Búdó Klub is, így televíziónkkal Nadobán Alex és Körömi Ábel örömmel osztották meg sikereiket és terveiket. Én igen tanulságosnak és eredményesnek éltem meg ezt az idei évemet. Voltam több versenyen, országos versenyeken elértem harmadik helyet. Volt ugye nyáron Makó rendezte meg a ringfény ütős estét, ott igen jól szerepeltem én is és az egész boxklubunk. Tanulságosnak éltem meg, mivel volt ugye ez az országos harmadik eredmény, akkor voltam először ifjúsági súlycsoportban, akkor volt az első versenyem, ott még a kondícióval volt egy kis problémám, amin igyekszek javítani, én is és az edzőm is segít benne. Én jól éltem meg ezt az idei évemet. Hát a magabiztosságomat szeretném növelni, és egy kicsit jobban összeszedni magam fejben a meccsekre. Februárban lesz a Dracula Open nevezetű verseny Aradon, Romániában. Az egy nemzetközi verseny, ott szeretnék érmet szerezni mindenféleképpen. Aztán április végén lesz a utánpótlás Magyar Kupa, az ugye az Európa-bajnokságra a válogató, azt mindenféleképp meg kell nyernem, és aztán az Európa-bajnokság, onnan pedig érmet szeretnék hozni. A művészet területén a forgatós táncegyüttes is igen sikeres évet tudhat magáénak. Dr. László művészeti vezető kiemelten ejtett szót a tavalyi évről, amely igen sok emlékezetes pillanatot adott számára. Ilyen volt többek között a kétnapos gála műsor. A gála is számomra is nagyon jó volt és érdekes volt, mert egy kicsit az életemről szólt. Az elmúlt 30 évnek, 35 évnek a gyűjtéséről. Arról szólt, hogy ezt a gyűjtői munkámat kicsit ilyen mesevilágba írtam, és az egész dramaturgia e köré épült, erről szólt. Tehát nekem is fontos volt ez a kétnapos gála, mert egy kicsit a nézők is beleláthattak a munkásságomba, a munkámba, úgyhogy fontos volt számomra is. De hát rengeteg versenyen vettünk részt, országos és nemzetközi versenyeken, ahol nagyon szép díjak, első-második helyekkel jöttünk haza. Tehát hosszú lenne, sok lenne felsorolni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk 23-ban, hát bízom benne, hogy a következő is hasonló vagy sokkal jobb lesz. Közel 500 makkói büszkeséget díjaztak ünnepélyes keretek között az Erdei János városi sportcsarnokban.